Szeretettel üdvözlök mindenkit. Ezen a békés, hiszem, hogy nyugodt és élménydús este előestén. Elsősorban is köszöntöm a mesekönyv szerzőjét, Jolikát, így. Köszönöm a kísérőit, akik aztán majd fokozatosan szintén belekapcsolnak ebbe az estébe. Maradjunk a hagyományoknál. Hát végre két férfi után egy nőnek kérhetem meg a kezét, hogy régen szíves gyújtsen meg a harmadik kertyámat. Én magam is zavaró voltam, hogy férfinak kell kezét megkérni. De azért eljön, megkérdem. És azt hiszem, hogy rendezvény, meg egy szép este szebben és emberében nem is indulhat, és nem is kezdődhet, mint egy verssel. Megkérem te a Katalint, hogy nyissa meg a szíveinket. Bodnár Éva, önmagam gyóntatója. Amikor túlcsordul az a bizonyos pohár, és semmi, semmi sem a régi már. Fájdalomként élem meg a perceket, akkor kérek egy csöbb szeretetet, odafigyelést, bármit mi emberi. Segítsetek, aki ruhát levetveni. Amikor már önmagamtól is csak rettegek, és semmi sincs, amin nevethet, mert bezárul az ajtó, kívül reked a fény, nem jön segítség, eltűnik a remény. Folytogat, mardos, kínoz a bűntudat, dühömben, szűkölbe bántok meg másokat. Milyen ember vagyok? Kérdezem szüntelen, de a válasz közömbös, szemételen. Nem vagyok ember. Csak gyarró borbüvely, ki itt a földön mindenért felel. Mindenért, amit tesz, alkot, leír vagy kimond. Így vagyok ember, vagy inkább bolond. Ó, ha tudnám, mit miért teszek. Vezessetek hát segítő kezek, hogy önmagamban keressem a fényt. Eldobban minden ártó vélemény, hogy a keserűség szobrát összezúzva ismét ember tudjak lenni újra. Bár nem búcsolom kezeimet imára, mégis magam vagyok a fohász. Uram, te hallod, ha nem is beszélek, hogy oda lenni mi bánt. Van-e jogom mindig csak kérni, miközben oly keveset adok? Van-e jogom mást úgy elítélni, hogy a legnagyobb vétkes? Én vagyok. Elég már. A túlcsordult pohár minden cseppje egy-egy lesújtó vádirat, s miközben nyelem a keserű nedűt, megszólalsz bennem bűntudat. Éjjel sem hadsz nyugodni, rám törsz, miközben álmodok. Felét nyúlnék, hogy segít, de nem látok túl az árnyakon. Magamra hagytál. Félek. Félj is. Súgják az árnyak szüntelen. És örömteli táncba keznek látván, hogy megrendült ide. Csuromvizes a fekhelyem reggel. Könnyáztatta a hálóruhám. Csak nézem szánalmas önmagam, és közben fénnyel telik meg a szobám.
paksi szememmel újra látom. Túl minden próbán, minden álmon, hogy itt vagy velem. Betakar fényed. Csak önmagammal harcolok. Csak önmagamtól fél. Hát ő szerv mélyebb bevezető, azt hiszem, hogy majd tudok képzelni. Most tehát megkérem Jolikát, hogy beszéljen elsősorban magáról, a könyvről, ha mehetünk egy picit előre a könyv következő esetleg részeiről, és aztán valami persze a hozzászólásokat, a gyerekek kérdéseit. Nagyon örülök, hogy itt vannak a gyerekek, pedagógusok itt vannak. Tessék. Hát, megszületett Matica és barátai kalandjai első része, és ennek a könyvnek a születéshez merő véletlen, ugyanis a keresztlányom most másodikos, de tavaly elsős volt, amikor is tulajdonképpen amikor is tulajdonképpen nem is az én agyamban fogadott annak az ötlete, hogy esetleg mesét is írják, vagy verses mesét, hanem a húgom kért meg arra, hogy a keresztanyom legközelebbi születésnapjára talán szebb ajándék nem létezik, mint tőlem egy mese, egy munka, amelyet esetleg illusztrálnak is, mivel hogy egyedi lenne. És persze van ennek előzménye, mégpedig az, hogy gondolataimat elég gyakran papírra vettem, nem nevezem versnek a munkáimat, nem az én feladatom besorolni gondolataim. Hoztam egyet belőle, majd Katika egy kicsit később az egyik munkámat meg fogja itt velünk osztani. És tulajdonképpen igen, az az előzménye, hogy a gondolataimat persze kivel osztom meg leginkább. Először a családdal, testvéreimmel, négyen vagyunk testvére, és persze barátokkal. Szerencsés helyzetben vagyok, nagyon-nagyon sok baráttal áldott meg az ég, nagyon sok jó ember van körülöttem, és ennek bizonsága ez a könyv. Ugyanis a sok jó ismerős, a sok jó barát a rokonok nélkül, akik nem csak szóval, de anyagilag is támogatták a könyv megjelenését, hát bízom benne, hogy megjelent volna így is, úgy is valamikor, de így az ő segítségükkel ebben az évben most egy-két héttel ezelőtt megjelenhetett. Úgyhogy ezúttal is nagyon nagy, itt is ülnek jó párán közülük, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek, köszönöm önöknek. Sokan megkérdezik tőlem, hogy a mesék miért pont most? Ugye ilyen későn érő anyuka vagyok, akinek valószínűleg van egy-két éves kisgyermeke. Hát elárulom, hogy két csodálatos gyermekkel rendelkezem, két csodálatos gyermekem van, akik viszont 22 és 19 évesek. Viszont, igen, viszont nagyon szeretik a mesét. Gyerekek nagyon sokszor megkérdezik tőlem azt, ugyanis egész nyáron tulajdonképpen egy időutazáson veszek részt azóta, amióta elkezdtem a történeteket írni. És nagyon boldog vagyok, hogy a sors engedi nekem ezt az időutazást. Nagyon sok gyermekkel ismerkedtem meg, nagyon sok gyerekkel megoszthattam a meséket. Nyáron, júliusban, augusztusban, református táborokban találkoztam gyerekekkel, illetve Rimaszombatban, a Tompa hét alkalmával meg voltam hívva, ott szintén a kisebb gyermekek, azt hiszem, hogy első osztályról negyedik osztályig megismerték a munkáimat, és az mindig egy csoda, mikor a gyerekek közelébe kerülök. Nem tudom, hogy az ő részükről egy csoda, de az én részemről mindenféleképpen, ugyanis az leírhatatlan élmény, amikor elmentem az iskolából, és a lányok szögdítselve szaladtak végig a folyosón, és énekelték a meséskönyvből a békadalt.
Szóval ez felemelő érzés, és hát ezek szerint tetszik, és megragadja őket, mert hogyha nem így lenne, akkor valószínűleg, hogy nem kapnám ezeket a visszajelzéseket. Az első mese tavaly szeptemberben született, címe Bolha Dezső, és úgy, ahogy ennek a mesének is, mindegyik történetnek megvan a maga valós háttere. A Bolha Dezső az egy olyan bolha, aki az okosat nem szereti, csak a butákat csipkedi. A Magyi Cica és a tej, annak a valóság alapja tulajdonképpen arra épül, hogy nagyon sok gyermek azt hiszi, hogy a boci az lila, hogy sok gyermek nem igazán tud, honnan van a tej a hűtőbe, hát az üzletből. És az üzletbe hát viszi valaki egy fehér foltos, kék dobozos dobozba. És akkor azt megisszuk azért, hogy egészségesek legyünk. A Béka Béla, az is egy érdekes történet, megkérdezte egyszer a keresztlányom nyár idején, mikor nem szokott sokáig virasztani vagy fellenni, de akkor történetesen megengedtük neki, és ilyen 9-10 tárgya megkérdezte tőlem, hogy keresztlányom, hallod, mennyi béka kurutyol? Hallom. Miért kurutyol ennyi béka? És akkor megszületett a válasz a mesében, hogy miért kurutyol annyi béka, illetve, szóval tényleg minden egyes mesének megvan a maga kis története, a Rigó Robi és Barbara története azon alapszik, hogy van nekünk az udvarba egy orgonafa, és tavasszal nem tudom milyen édes énekes madár fészket szeretett volna rakni rajta, míg nem azt vettük észre, hogy a Matyi Cica, aki tulajdonképpen a mi házi kis kedvencünk, felfigyelt erre a csodálatos énekre, és addig, meddig ólalkodott a fa alatt, míg csak egy nap nem hallottuk tovább énekelni a madárkát, a Rigó, én Rigónak neveztem el, Rigó, Robi és Barbara, tovább állt, és Matyi Cica szomorúan ott maradt az udvarba egész nyáron egyedül. Vannak gyerkőcök, ezért én egy mesét el szeretnék olvasni. Nagyon örülök neki, hogy ők is itt vannak ezen az estén. Illetve még az első történethez fűznék egy pár gondolatot, ami tulajdonképpen nem is mese, és ez is a véletlen nőve, hogy megszületett. Annak kapcsán született, hogy a táborokban, illetve a gyerekekkel való találkozás alkalmával nagyon sok kérdést tettek fel a gyerekek. Mégpedig Matyi Cicával, Matyi Cica személyével kapcsolatban. Ez nem olyan hosszú, úgyhogy ezt is megosztanám önökkel, veletek. Bemutatom neked az én kis cicámat. Mielőtt még elkezdem a mondókámat, bemutatom neked az én kis cicámat. Elmesélem, hogyan hívják, és hogy honnan származik. Elárulom azt is neked, hogy beszél és mit eszik, hogyan néz ki, és miként barátkozik. Az ő neve Macska Mátyás, de én csak Matyinak hívom, hogyha meghallja a nevét, azon nyomban dorongol. Az otthon a felvidék, Gömör megye közepében egy Bátka nevű kisközség. Hogyan beszél? Nem tudod? Hát macska nyelven, no is persze palócosan magyarul, mert hogy az át és az ét olyan szép kereken mondja, ahogy ez csak Gömörön, sehol máshol, csak is ott. No és hogy mi az ő kedvence? El sem hiszed, piros tálban fehér foltos kékdobozos friss tejecske. Nagyon szeret lustálkodni, és ezért, hogyha jól lakik, kosarába belefekszik, skandúr módra elszólni. Hogyan néz ki? Felismered, mert hogy Matyi szürke kócos, a homloka kicsit sutta, folyton éhes, kicsit kényes, és kíváncsi cica-mica. Hogyha látod, köszön neki jó hangosan, s hívd magadhoz, cic-cic-cic. Meglátod, majd viszonyozz a dörgölőcik a lábadhoz, s arra arról jól hangosan duruzsolja, azt mormolja. Mrm-mrm-mrm, oly szívesen barátkozom, legyél a legjobb barátom. No, ha ilyen cicát látsz, hidd el, nekem nem lehet más, csak is a kis macska Mátyás.
Szóval ez az első történet, ami bemutatja Maki Cica, és azért született, ezeket a kérdéseket mind feltették nekem a gyerekek. Maki Cica személyével kapcsolatban. Igaz-e, hogy élő-e, igazi-e, meg lehet-e simítani. Nagyon érdekes, hogy a napokban egy nagymama megvette a kis unokájának, és rögtön felfedezte, hogy nem csak rajzolt képek vannak benne, hanem fénykép is. 3 éves el van a kisfiú, Harmikának hívja, és felfedezte, hogy fényképek vannak. De ha fénykép van benne, akkor meg lehet simítani. Nagymama, el kell menni Joli nénihez megsimítani Maki Cicát. Úgyhogy nagyon figyelmesek a gyerekek, tényleg, és örülök, hogy végül is a fényképe is, Maki Cicának az élőképe is belekerült a mesekönyvbe. Hát én most a gyerekek segítségét kérném, és megosztanám önökkel az első mesét, ennek a meséskönyvnek a tulajdonképpen az alapkövét ez a mese határozta meg, és nagyon örülök neki, hogy megszületett, mert azóta nagyon-nagyon sok élmény ért. Elmondhatatlan kalandokba volt részem, amelyek nélkül biztos, hogy sokkal szegényebb lennék. Megkérem a gyerekeket, tudtok számolni? 1-10-ig biztos tudtok, igaz? Igen. Segítetek nekem? Igen. Majd amikor így felemelem a kezem, segítetek, jó? Én is tudok számolni, csak egy kicsit izgulok, úgyhogy lehet, hogy megtévedek. És ha megtévedek, az baj lesz, mert akkor megcsipagok. És ezt nem szeretném. Jó? Úgyhogy majd segítek nekem, jó? Maki Cica is volt az eső. Képzeld csak el, Maki reggelizett, hát ő milyen szörnyet látott. Még a bassza is felállott. Odaszorom. Hát te ki vagy? Ennyi teremtette, én még ilyet sose láttam, pedig sok bundát megjártam. Nem ismersz meg? Én egy kis vendég vagyok. Bosszankodott. Vizé nem vártam vendéget, főleg mostan éppen akkor, amikor a tejecskémet iszogatok. Mondta Maki. Ennyi teremtette, elugatta macsafajta. S köszönjen szép, jó napot. Bolhadeső az én nevem, meg képpen mutatkozott. Ennek a felesen tréfa, hát ő nem egy buta macska, no és akkor így kiáltott. Törűs, szép reggelt kívánok! Az én nevem Maki Cica, én vagyok az úr a házban. Mondd csak, Dezső, mi árad van? Hogy is kezdjem, hogy is mondjam? Elárulom csak is neked, el nem mondhat senki. Az én pici gyomrom korom édes vérre áhítozom. Ja, de tudod, nagy a baj, mert a törvény azt kimondja, hogy csak olyat csíphetek, ki a számot nem ismeri, 1-10-ig el nem zengi. Kedves pajtas, ne haragudj, rád gondoltam, Maki Cica, mert amikor reggeliztél, én rám olyan bambán néztél. Kipróbálom, hogy mit tudsz. Egyet ugrott, kettőt ugrott, s Maki bundájában vandor. Dezső bolha csípett egyet, csípett hatot, Maki pedig hasra bukott. Ide kapott, oda kapott, és számolta. 1-2-3, bizony 10-ig meg sem állott. Nagyon csalódott a bolha. Hát ebből nem lesz lakoma. Egyet se búsul, barátom. Elvisznek az iskolába. Ott lesz neked bőle lakoma. Elmennek az iskolába, és bementek az első lába. A gyerekek turuzsoltak, nevetgéltek, szaladgáltak, no és akkor képzel csak el, Maki elindult egy széket, felállhatnak tetejére, és így kiáltott. Szép jó napot, kisfajtások, bemutatok egy barátot. És ők álmos szemmel néztek, mert senki más nem láttak. Itt lakul a szép bundában, elárulom bizony néktek, tanulni jöttik közétek. Hangosan, hogy Dezső hallja, hát egy kicsit fő. S bár Dezsőnek megígérte, nem mondja el senkinek, így folytatta halkan csendben. Van neki egy törvény, hogy csak olyan csíphet meg, ki a számot nem ismeri, 1-10-ig el nem zengi. És még azt is hozzátette, éhes nagyon, de ne féljetek, nem szereti az okosat, csak a buta gyerekeket. Megrémültek a gyerekek, egy kicsit ugyanahal, csendesen, de mert okos gyerekek, elkezdtek számolni. Segítetek? 1-2-3-4-5-6-7-8
családban? Dezsőt már megsajnálta. Egyet se búsul barátom. Elmegyünk az iskolából. Keressünk egy gyereket, ki vadon ülni nem szeret. Aztán Móli biztos nem tud, olyan buta, mint a kuka. Bolha Dezsőt ráültette az iskola kerítésre, és elkezdett magyarázni. Bolha Dezső, arra kérlek, hogy figyeld a gyerekeket, és aki nem megy iskolába, na az csipked össze-vissza. Addig csipked, még csak bírja, amíg azt nem kiabálja, elég már. Inkább megyek iskolába, máskor ilyet nem teszek. Nem kerülöm az iskolát, megígérem, megígérem, Bolha Dezső, szépen kérem. Nagy cica Dezsőt látva, jaj, elnézést, szépen kérem, azóta viszitek javadtam, se nem korog a Dezső gyomra, minden napra jut lakoma. Nagy cica Dezsőt látva, nem menekül, nem léjelül, mert jól tudja, hogy Dezső Bolha az okosat nem szereti, csak a butákat csipkedi. Lenne valakinek valamilyen kérdése, a munkával kapcsolatban, az illusztrációk, a rajzok szintén az én munkáim, a tomba virágai fuvolás tagját, Rejtő Iva Máriát, illetve a dicséret, a kotta, a békadalokhoz társuló kottának a megírásában, illetve a mesterkönyvhöz tartozik még egy munkafüzet, amely remélhetőleg sok gyermek örömét okozza, az többek között azért is született, mert a gyerekek előszeretettel firkálnak a könyvbe, és úgy gondoltam, hogy akkor a könyv mellé egy ilyen kis munkafüzet esetleg társulhat, amely a szülők, illetve a pedagógusok segítségét is neki is nyújthat segítséget, ugyanis a munkafizet első harmadában egy kis gyakorlás, az íráshoz való mozdulatok elsajátítása, illetve minden egyes oldal olyan kis rajzok, amelyet szintén a gyermek egy üres részen utánozhat, lemásolhat, természetesen kifesthet. És a második harmada, az tulajdonképpen már a számok világa, ott szintén van egy kis gyakorlás, egy kis számolás, van egy kis érdekesség is benne, ilyen feladatokat csempésztünk bele, amit a gyerekek előszeretettel megfejtenek. És a harmadik része, az tulajdonképpen a számok segítségével egy kreatív dolgot ad a gyermekeknek, még azoknak is, akikhez nem igazán közel a rajz, tanulni velem számok segítségével rajzolni, ezt a címet adhatnám neki, és a mesében szereplő főszereplők tulajdonképpen, amelyek meg vannak személyesítve, Kakashi Jancsi, Kutyakazmér, Macska Mátyás, Rigórobi és Barbara, Béka Béla, Gólya Gizi, Gólya Géza, őket mind le lehet számos segítségével rajzolni, és érdekes módon sok helyről kapom azt a visszajelzést, hogy nagyon örülnek a gyerekek a munkafüzetnek, dolgoznak vele, és meg elragadja őket, megragadja őket, és tulajdonképpen még amit nem mondtam, most ahogy Katika előhozta a munkafüzetet, hogy a Matyi Cica igaz a főszereplője, úgyhogy ő kapott egy kis mondókát is, és ez a mondóka úgy visszarepít a gyerekkoromban, amikor én annak idején tanultam rajzolni pont-pont veszőcske, gondolom, hogy mindenkinek ismerős, és ennek az emlékére, vagy végül is, hogy visszarepültem az időben, úgy gondoltam, hogy a Matyi Cicát megtisztelem egy mondókával, és akkor született egy ilyen, hogy Maki feje egy karika, 8-as az ő orraszája, forogpapír, ércenza, 3-as az ő kispofia. Van neki két kerek szeme, két kis tóla a közepe, két kettes a szemöldöke, kis tejecske a kedvence. 9-es a hasa, farka, csupa egyes az ő barka, 8-as a még lábacskája, mosolyog a szeme szája. Fül nélkül se bemaradjon, rácsolj neki, mondom. Úgyhogy ez a kis mondóka, ez persze csak Maki Cica kapott ilyen, de
itt van, és a harmadik harmadban pedig természetesen le vannak rajzolva számos segítségével a mesék. A mesék főszereplői, amit a gyerekek szintén gyakorlan, lemásolhatnak, illetve saját fantáziájuk, kreativitásuk alapja bármilyen más képet alkothatnánk. Nagyon sok képeket kapjuk a gyerekektől, és nagyon örülök, hogy ezt a technikát nagyon hamar elfogadja. Köszönöm a figyelmet, nem tudom, esetleg önnek valakinek valami kérdésre. Úgy gondolkodnak, készülnek kérdéssel, hát is, hogy valóban nagyon hasznos hiába van, úgy szülőnek, mint gyereknek, mert biztos, hogy nincs mindenki a ahogy én láttam a vonalatok is, hát mondom, nekem is elnyújt a kezem, hogy jól lenne. Nem nagyon a besítszal foglalkozunk. És a jövőben tervek, akik a következő részt kiadás? Hát igen, jövőben tervezek a Magyarország és Barakályi Kalandjai második kiadását. Tulajdonképpen az megkérdésnek a mesét már megszületett, a harmadik mese és meséskönyvhöz is az anyag már úgy, ahogy készen van. Illetve dolgozok folyamatosan egy negyedik meséskönyvön, ami már nem a Matyi Cize és Barátai Kalandjai hármas szériának a része lesz, ez benne van a mesekönyvben is, de közvetlenül Garangolás a Valóvölgyön, ami számomra is új és érdekes, rengeteget kell hozzá tanulnom és rengeteg információt elsajátítani, mivel hogy ezek ilyen kis történelmi mesék lesznek, szóval nem évszámokkal kell elképzelni, de egy-egy valóvölgyi település, falucska, falvacskából kiragadunk egy-egy olyan eseményt, vagy egy-egy olyan történetet, ami a hosszú évszázadok alatt megvette ott a gyökerét, ami arra a falura, arra a községre jellemző. Úgy például, mint Rimaszécsen a világhírű megvásárok voltak, vagy Nagybalogon a török hódoltság idején, amikor a török basa hét lányt szeretett volna feleségül, és hogy jártak túl az eszén, hogy végül is nem kellett beszolgáltatni a hét ifjú lányt Nagybalognak a szabadtéri basa részére. Úgyhogy ez számomra is egy új út, illetve rengeteget kell hozzá tanulnom, olvasnom, és viszont egy új kaland. És remélem, hogy sikerülni fog, ez már távolabb jövő. A közeljövő, a jövő év tulajdonképpen az annak a jegyében fog zajlani, hogy minél több helyen megismertessem a könyvet, és persze, hogy értékesíteni tudjuk, ne csak itt Gömör megyében, Rimaszombatban, illetve a környéken, hanem esetleg távolabbi helyekre is eljusson, mert azt fogja megalapozni azt, hogy a második kötet megjelenhessen. Szóval az első könyvehadásából származó bevétel fogja alapja képezni a második könyv megjelenésére. Köszönjük szépen. Én szeretnék hozzászólni, de nem a saját könyvemhez, hanem Demeter Katikahoz. A legelején szerettem volna elmondani. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt is megtisztel, és nagyon büszke vagyok rá, és azt hiszem, hogy minél büszkék lehetünk rá, mert nem mondtuk el, hogy ezzel a Bruna Éva versével nemrégiben, októberben, Debrecenben egy nemzetközi versenyen második helyezést ért el, és mondhatom azt, hogy Jean Orban, mivel hogy már öt éve jár Debrecenbe erre a nemzetközi versenyre, és mindig kiváló eredménnyel képviseli a felvidéket. Nagyon örülök neki, hogy itt lesz. Én azt hiszem, hogy akkor most, ha nem ugyanem megületetésület, mint egy újabb vers fog következni. Mert én meg a szerződéket kell mutatni. Tessék!
ehhez a vershez néhányat el kell mondanom, hogy utolsó pillanatban lettem erre fölkérve, úgyhogy engedelmükkel ezt nem fejből mondom, ha olvasnakol hasonlom. De tényleg, hogy lenni egy kis vezetés, hogy a Karatőnek mondhatom el, vagy olvashatom el az egyik versét. Elvérzünk. Elvérzik a nemzet. Otthon, mert folyton egymás nyakát szegik. Itthon, mert hitünket tépdesik. Nem hiszük az igazak szavát, de járható még az út hűséggel, árkonybokonnál. Csak azt ér le róla, ki gyenge és gyáva, ki a göröngyös út végén a Kánaánt nem látja, ki süket, és nem hallja szíve igaz szavát, ki érveket halmoz, hogy megnyugtassa magát, ki szemrebbenés nélkül fel, és aki könnyek nélkül temet. A hazugság kusza fonalába vész, és büszkén fogadkozik, tükörbe sosem néz. A tegnapja nem holnapja egyben. Gyermekét idegen donor mérgezi. Nem anyatejjel táplálja, eteti. Nem bánja, és mondja. Az ő érdeke. És annyiszor szajkózza, hogy tán el is hiszi. Elvérzik a nemzet. És én anya, mit tehetek? Nem választok könnyebb utat. Atyáink sem tették. Csak beszélje gyermekem egy gyönyörű nyelvet, és nem lesz ő másoktól semmivel kevesebb. Tanulja dicső múltját e nemzetnek. Ne én adjak neki kegyelemdöfést, ámítva magamat és őt is, hogy másként egyszerűbb lenne az életet élni. Ne én indítsam hazugsággal parányi élet, mert mire felnőne, azt már a hamisság palástja felül. Elvérzünk lassan, mert felettetjük a dicső múltat. Báránykáinkat odavetjük a farkasoknak. Én tehetek róla csak, ha a báránykám mázászló alatt áll vigyázban, és büszkén, nem a magyarok. Elvérzünk. Ó Istenem, magyarok Istene, nézz le rám! Erősíts hitemet, hogy bűnbe már ne essek. Ringatom a bölcsőt, és benne a jövőt. Nem választok könnyebb utat. Nem hagyom, hogy vérezzenek sem a vének, sem az ifjak. Véros Jolánda, szép szó, a szíveket, a lelkeket mindenkinek hívei nevéhez. Jöjjenek máskor is, új könyvekkel, új versekkel, mert a szívvel valljuk magukat. Köszönöm. Érezzék jó magukat, valljuk. Még következő alkalmunkat szeretnénk bejelenteni. Újra Hölgy fogja meggyújtani a negyedik gyertyát. Ő Erős Zsolt felesége. A gyermekeivel lesz itt december 21-én 5 órakor. Kezdünk ez a rendezvényünk. Tele lesznek a falak, sőt még talán alványon is Erős Zsolt fotói lesznek kiállítva. A kiállítás már nálam volt, ugye nem tudom, figyelték-e. A Büki Nemzeti Park volt, tegnap kassán nyitották, és 21-én itt fogjuk megnyitni, és lényegében ezzel fejezzük be, és tesszük még melegebbé a karácsony előtti hangulatot, a készülődést, hogy aztán mindenki a szeretei körébe
talán lehet, hogy megemlíti, vagy eszébe jut, hogy van madárterem, van szívmeleg állapot, és hogy jó nekünk együtt. Köszönöm szépen, és maradjanak, beszélgessünk, frissítő van. Köszönöm szépen. Mit érez ilyenkor egy tanár, amikor a tanítványa könyvét tartatja a kezében? Egyrészt meglepetés, másrészt pedig büszke vagyok rá, hogy ilyeneket taníthattam a Rimaszombati Kereskedelmi Iskolában. Nem gondoltam volna, hogy 25 év után itt találkozunk, mikor bejöttem a terembe, még akkor sem tudtam, hogy kikkel is fogok találkozni. Nem tudtam, a név már Zsíros Jolán. Már nem mondta, mint mert nem a lánykori nevét. Mikor Bán Jolán névén bemutatkozott, már akkor közelebb voltam a dologhoz, de még akkor sem voltam biztos abban, hogy itt is. Tanár úr, egyes matekos voltam esetleg úgy. Mert olyan kevés volt. Természetesen. A Mia vagy unokámnak, jó? Mia vagy unokája? Igen. Hát a lányom oda ment férhez, és... Jó. És akkor kinek? Sok szeretettel? Hát sok szeretettel. Unokájának a nevét? Igen. Portási. Dominik. Én csak úgy jöttem.